Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója. Március 31-e Árpád névnapja van. Ma van nagy szombat. 1865-ben Bécsben megszületett Zsigmondi Richárd, magyar származású Nobel-díjas kémikus. Most lássuk a kiemelt híreket először röviden. Ma van nagy szombat, a húsvét vasárnapot megelőző nap a keresztény naptárban. Megszűnt a torlódás a szerb-magyar határátkelő helyeken. Közös projektet valósít meg a Szabadkai Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület, a Deszki Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesülettel. Tojásvadászatot rendeztek Felsőhegyen. Ma van nagy szombat, a húsvét vasárnapot megelőző nap a keresztény naptárban. Ez a húsvéti ünnepkör szent három napja közül az utolsó, a gyásznapja. Jézus Krisztus ezen a napon holtan feküdt a sírjában, majd másnapra, húsvét vasárnapra virradóan feltámadt. Nagy szombaton a feltámadás örömére készülődünk. Napközben semmilyen szertartás nincs, este, sötétedés után viszont a vigília szertartással kezdetét veszi a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti. Jézus feltámadt a halálból, és mindenkit meghív az örök életre. Húsvéthoz számos hiedelem és hagyomány fűződik, de ami egyedülálló Vajdaságban és Szent Tamáson, az a Krisztus katonái szokás, illetve a Szent Sír folyamatos őrzése a templomban. A hagyományt először a múlt század elején jegyezték fel, majd kisebb-nagyobb megszakításokkal a mai napig megtartották. A Szent Tamási Római Katolikus templomban Jézus jelképes sírjánál nagypéntektől a feltámadásig szolgálnak Krisztus katonái. 14 fiatal legény kettesével, kivont karddal, vigyázban, egymással szembefordulva őrzi a sírt. A katonák váltása fél óránként történik. Ezt a szokást a helyi hagyományőrző klubja elevenítette fel. Ezt nem szabadunk elfelejteni. És egy élmény a gyerekeknek is, valójában hát idősebbek kellene, hogy legyenek, de hát ilyeneket tudunk összeszedni, hogy ők kicsit kipróbálják, milyen katonának lenni. Azon kívül tehát a templomba szebbé teszik a húsvétunkat. A gyerekeket a szerepre Major Ferenc, egykori Krisztus katona tanította be. 12 kiszolgált katona, jó magam is, álltunk itt az oltárnál, álltunk itt a Szent Sírnál őrséget, és 99-től jó magam meg lettem kérve, hogy folytassam ezt a Szent Tamási hagyományt, amit tudtommal másfelé Vajdaságban, amit kerestem, és még mindent nem találkoztam vele. Esetleg Magyarországon még hasonló dolgokkal találkozni, de nagyon ritka. Szarvas Péter plébános 40 éve szolgál Szent Tamáson. Örül annak, hogy a fiatalság élteti a hagyományt. Szép hagyomány, kevesen tudnak magyarázatot adni, hogy honnan jött, miért van, de Szent Tamáson ez megy, és csinálják a fiatalok jó kedvel. Mondtam, néhány évet szüneteltünk, de azóta újra és újra jönnek és kérik. Persze nem azok a 20 évesek, hanem legnagyobb részük olyanok, akik 8-osok vagy pedig középiskolások, fiúk, lányok egyaránt. A Krisztus katonák és a népviseletbe öltözött lányok a szombat esti feltámadási misén körmeneten vesznek részt. Megtartották a nagypénteki keresztutat tegnap este Rómában. Az eseményt Ferenc pápa vezette a római Kolosseumnál. A helyszínen 10 000 rendőr ügyelt a biztonságra. A Via Crucis, azaz a keresztút évszázadokra visszatekintő hagyománya során Jézus szenvedés történetének 14 állomását elevenítik fel a katolikusok. A 81 éves Ferenc pápa maga nem vett részt a menetben, hanem egy emelvényről figyelte a csaknem 2 órás eseményt, amelynek során többen is magukra vették a keresztet, köztük egy szíriai menekült család és olasz középiskolások egy csoportja is. A nagypénteki ájtatosságot mintegy 10 000 rendőr biztosította, mert egyes jelentések szerint Róma szélsőséges iszlamisták célkeresztjébe került. A belvárost már egy nappal korábban biztonsági övezetté nyilvánították, ahonnan kitiltották a teherautókat, a zarándokokat pedig fémkeresővel vizsgálták át. Ennek ellenére a város szívében található Via del Corsóra mégis sikerült pénteken behajtani egy teherautónak, melynek vezetője egyszerűen nem tudott a tilalomról. A keresztutat megelőzően Jézus szenvedését és kereszthalálát felidéző liturgiát tartottak a Szent Péter Bazilikában Ferenc pápa vezetésével.
Ferenc pápa Szent Péter oltára előtt hasalva kezdett neki az imádságnak, majd megcsókolta a megfeszített Krisztus keresztjét. A szerb államfő húsvét alkalmából gratulált Stanislav Hocsevár belgrádi katolikus érseknek és a híveknek, akik a Gergely naptár szerint ünnepelnek. Alekszandár Vucic egészséget és boldogságot kíván mindenkinek, valamint azt, hogy az ünnepet békében, a tolerancia szellemében, a számunkra legfontosabbak körében töltsük. Megszűnt a torlódás, szinte meghitt ünnepi nyugalom volt ma a szerb-magyar határátkelő helyeken. Az illetékesek azonban arra figyelmeztetnek, hétfő délutántól a katolikus húsvéti ünnepek elmúltával a Szerbiából kilépő oldalon alakulhatnak ki hosszabb sorok, valamint jövő csütörtöktől az ortodox húsvéti hétvégét megelőzően ismét az országba történő belépéskor kell majd jelentősebb várakozásra számítani. Nyugalom a Horgos-Röszke autópálya határátkelő helyen szombat délután. A Szerbiába belépő oldalon senki sem várakozik egy-két autóbusz kivételével, a kilépő oldalra is elvétve érkezik egy-egy autó. Szombaton déltájban csak a Magyarországra belépő oldalon alakult ki egy kisebb várakozási idő, hiszen azok, akik a húsvéti ünnepekre tértek haza Szerbiába, ezt már tegnap estével bezárólag megtették, és minden valószínűség szerint javában ünnepelnek. Magyarország irányába pedig azok várakoznak, akik a húsvéti ünnepekre Szerbiából egy kis fürdőzésre vagy kirándulásra utaznak, illetve azok a magyarországi bevásárló turisták, akik Szerbiában, pontosabban Szabadkán voltak bevásárolni. Boris Krstenics a barátaival Szegedre indult. Na kafu, malo do Tise, slobodno vreme. Jeste iznenađeni što nema gužve? Pa jesmo, mi smo jutros prema smo krenuli proverili, očekivali smo gužvu zato što je subota i neradni su dani, ali okej, nema gužve. Szerbia irányából egy sorban várakoztak a határkerítés előtt az autók, onnan egyessével három sorba irányították a Magyarország felé tartókat a szomszédos határrendészek. Tölgyesi Otto és családja is sokkal nagyobb tömegre számítottak a határon. Húsvéti kiruccanásra mentek Szegedre. Egy pihenés csak, hétvégi pihenés. Tehát a húsvéti ünnepeket így töltik el? Igen, hát egy kis fürdőzés, vásárlás. Most valóban nem kell sokat várni a határon? Hát meglepő, mink is meglepődtünk, hogy a nagy határon nincs sor. Most ugyan üres a határ, de a hét elején és a jövő hét vége előtt megint lesznek torlódások. Erre figyelmeztet Draženko Tomić, a Horgos-Röszke autópálya átkelőhely határrendészeti segédparancsnoka. Trenutno nemamo zadržavanja ni na ulazu ni na izlazu iz Republike Srbije. Očekuje se povratak u ponedjeljak, dan predveče uoče, pošto su prazni sve do ponedjeljka. A za pravoslavni Uskrs? Očekujemo sljedeći vikend isto, gužve oko četvrtka, petak i povratak isto ponedjeljak jutro. To su uobičajeno, znači frekventni praznici i dugačka zadržavanja? Jeste, kad su praznici, vaskršnji i božićni, isto se dešava. Ilyenkor azonban minden sávot megnyitnak és a teljes rendelkezésre álló állományt bevetik a minél gyorsabb és zökkenőmentesebb határátlépés érdekében, tette hozzá a horgosi határrendészet segédparancsnoka. Alekszandár Vucic szerint Koszovó kérdésének megoldására Szerbia előtt két lehetőség áll. Az államfő egy kerekasztal beszélgetésen vett ma részt Koszovóval kapcsolatban Belgrádban. Szerinte Szerbiában sokan vannak amellett, hogy megmaradjon Pristinával a jelenlegi helyzet, és abban reménykednek, hogy lesz majd jobb alkalom is a kérdés rendezésére. Vucic ezt a hozzáállást nem támogatja. Szerinte az idő előre haladtával Szerbia semmit sem kap, csak a másik oldal kerül jobb helyzetbe. Kiemelte, a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd folytatódni fog, de még nem lehet tudni, hogy milyen formában. A szerb államfő azt üzente, ha a koszovói fél mindent teljesít, amit aláírt, akkor ő is készen áll majd a tárgyalások folytatására. A szerb elnök kitért arra is, hogy Marko Gyurić, a Koszovó ügyi iroda vezetője nem lépett illegálisan Koszovó területére. Mi pregovaramo u Briselu zato što imamo drugačiji stav po pitanju statusa Kosova. Mi smatramo Kosovo teritorijom Srbije, oni je smatraju nezavisnom državom. Mi razumemo šta je to što oni vide, ali oni valjda razumeju kako mi vidimo stvari na Kosovu i Metohiji. Upravo zato se poštuju prava pregovarača, pre svega nekada Tahiri, danas kako se zove Arifi, i Đurića, da uvek mogu da uđu bilo u centralnu Srbiju, bilo na Kosovu i Metohiju.
Nem lesz kormányátalakítás Szerbiában mindaddig, amíg nem rendeződik a helyzet Koszovóban, jelentette ki Ana Brnabić miniszterelnök. A kormányátalakítás kérdésével mintegy két hete kezdtek el foglalkozni a szerbiai újságok. Akkor a miniszterelnök azt mondta, hogy a kormány nem tud csapatként működni, így pedig nem tud eredményeket felmutatni. Ezért át kell alakítani, de szükség esetén akár ő maga is lemond. Most azonban sokkal fontosabb, hogy rendeződjön a Belgrád és Pristina közötti helyzet, mint a kormányátalakítás, nyilatkozta Brnabić. Telefonon egyeztetett pénteken Recep Tayyip Erdogan és Donald Trump. A török és az amerikai államfő bilaterális és regionális kérdésekről beszélgetett. Török hírforrások szerint egyebek mellett a Szíriát és Irakot illető legújabb fejleményekről, valamint a terrorizmus elleni küzdelemről is egyeztetett a két államfő. Tüntettek az úthasználati díj drágulása miatt egy észak-albániai városban. A demonstrálók összecsaptak a rendőrökkel és felgyújtották a megfizettető állomást is. Az autópályán kilométeres sor alakult ki a tüntetés miatt. Most nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Mintegy 1000 kifújt és festett tojást osztottak szét ma délelőtt Topolyán. Hagyományőrző húsvéti programot szerveztek nagypénteken a kelebiai Ménesben. Tovább mélyíti kapcsolatait a Szabadkai Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület a Deszki Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesülettel. A Folkultúr nevű határon átnyúló IPA projekt lehetőséget ad arra, hogy idén egész évben közös programokat szervezzenek. Erről sajtótájékoztatón számolt be a két intézmény vezetője, és a szabadkaiak szombaton deszki táncos gyerekeket is vendégül láttak. A projekt keretében szombat délelőtt 20 deszki gyerkőc, a helybeli Banát Szerb Kulturális Egyesület tagjai látogattak el Szabadkára a Talentum vendégeiként, szabadkai városnézésre, hogy megismerkedjenek Szabadka nevezetességeivel. Szél Panna 3 éve tagja a szerb hagyományokat ápoló Magyarországi Egyesületnek, imádja a szerb táncokat. A népviselete is nagyon szép, és hát... Nem, sok helyen, most már egyre több helyen föl szoktunk lépni, és nagyon szeretek föllépni. Milyen táncokat táncolt? Hát most már szoktunk bánáti táncokat is, meg mohácsi táncokat szoktunk táncolni. 70 éves évfordulóját ünnepli az idén a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület. A magyarországi deszken működik, és a szerb diaszpora egyik legrégebbi intézménye, mondta el Brcán Krisztifor, az egyesület elnöke, aki az EU-s pénzekből a szabadkai talentummal közösen megvalósítandó egyéves projekt lényegét foglalta össze. Építjük a kapcsolatainkat, mindenki a saját igényei szerint a projektben megcélzott dolgokat valósítja meg, de ezen kívül, mint a mai napon is, egymás látogatásban, amelyből egyébként az év során több ilyen alkalom lesz, összekötjük a két közösséget, és tovább mélyítjük a kapcsolatokat. Ez egy egészen különleges projekt a szerb-magyar IPA programok között, emelte ki Kunstár Csaba projektmenedzser. Deszken egy szerb hagyományőrző egyesület az egyik partner, itt Szabadkán, illetve a Vajdaságban pedig egy magyar hagyományőrző egyesület vesz részt ebben a projektben, és a lényeg az, hogy a néptánc nyelvén mi a két régiónak, a Dilaföldnek, illetve a Vajdaságnak a néptánc nyelvén szeretnénk a kapcsolatokat erősíteni a két régió között. A projekt neve a kultúra és a turizmus szavak összefonódásából ered, mert a kettő egymás nélkül nem tud megélni, mondta Brezovski Roland. A Talentum művészeti vezetője hozzátette, az 5 év alatt felépített programjaikat építik bele a folkkultúrába. A deszkiek a szabadkai és a palicsi rendezvényeken, a szabadkaiak pedig a deszki eseményeken vesznek részt. Szerveztünk egy kulturális és oktatási programot, amelynek az a neve, hogy Művészetek otthona, otthon a művészetekben. Ez nekünk már a kezdetek óta meglévő programunk. Bemutatjuk a művészeti ágakat, a zenét, a táncot, a hagyományt, a színházat. Azon felül a Magyar Sokadalom, ami Palicson kerül megrendezésre a nyári színpadon. Itt lesz a nyári táborunk,
ami népzenei néptánc kézműves tábor. Ezen kívül mindkét egyesület táncversenyeket szervez, a Talentum pedig részt vesz deszken az Ajvár Fesztiválon. A projektet ismertető sajtótájékoztatót követően a deszki gyerekek szabadkai sétát tettek, és megismerkedtek a belváros nevezetes épületeivel. A magyarországi kormány az elmúlt években példátlan és megkérdőjelezhetetlen segítséget nyújtott a délvidéki magyaroknak, hangzott el a Vajdasági Magyar Szövetség által szervezett lakossági fórumon, Kispiacon. A VMS tagjai pénteken este arra buzdították a falu lakóit, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a mostani magyarországi választáson, és a Fidesz-KDNP mellett tegyék le a voksukat. Az, hogy az elmúlt években Magyarország felkarolta a határon túli magyarokat, a kispiaci lakosok életében is nagy változásokat hozott. Kispiac esetében nem kérdés, hogy mennyire fontos nekünk a nemzeti választáson való részvétel, és hogy számunkra az elmúlt pár év ez a kormány által mekkora pozitívumokat hozott. A Prosperitáti Alapítvány pályázatai mellett többek között az ösztöndíj programok, a legkisebbeknek szánt csomagok, a kiemelt jelentőségű magyar épületek felújítása, valamint az új épületek felépítése is hatalmas lehetőségeket jelentenek a vajdasági magyarok számára. Mindez nem valósulhatott volna meg a jelenlegi magyar kormány támogatása nélkül. Nagyon fontos, hogy mindaz, ami az elmúlt 8 évben megvalósult, folytatódjon, és legyen, aki ezt folytassa. Egyértelmű, hogy a magyarság itt olyan helyzetbe jutott, hogy valóban úgy érezheti, hogy az egységes magyar nemzet része. A jelenlegi magyarországi kormány egy nemzetben gondolkodik, és ezt nem csak erkölcsi, hanem anyagi támogatással is bizonyította az elmúlt időszakban. A vajdaságiaknak ezért mindenféleképp a Fidesz-KDNP-t kell támogatniuk, mondta Kormányos László, a VMS tartományi képviselője. Erősítsük azt a hitet és elszántságot, hogy a napokban megérkezett levelekben egyértelműen tudják, és remélem, hogy tudni is fogják, hogy kire kell szavazni, amikor a saját és a gyermekeik jövőjére tekintenek, akkor mindenképp a nemzeti kormányra gondolunk. Orbán Viktor kormánya őszinte barátsággal fordult a határon túli magyarokhoz, és nem csak az anyanyelv, az oktatás vagy a tájékoztatás tekintetében, hanem a gazdaság szférájában is olyan támogatást tudott nyújtani, amely az itthonmaradás lehetőségét biztosítja, emelte ki Fremond Árpád, a VMS köztársasági képviselője. Ezt arról szeretnénk a kispiaciakat is meggyőzni, hogy fontos az, hogy részt vegyenek a választáson, és hogy minél nagyobb számban éljenek szavazati jogokkal, és ezt a bizalmat tisztelte, hogy arra kérjük őket, hogy a Fidesz-KDNP-nek adják, hogy a 13-asra x-eljenek, mert nagyon fontos az, hogy azt az együttműködést folytatni tudjuk, amit megkezdtünk velük. Azok a vajdaságiak, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, és módjukban áll április 8-án ott tartózkodni, mindenféleképp használják ki ezt a lehetőséget, mivel így az adott település vagy város helyi jelöltjét is támogatni tudják, hangzott el a Kispiaci Lakossági Fórumon. Mintegy 1000 kifújt és festett tojást osztottak szét ma délelőtt Topolyán a Vajdasági Magyar Szövetség helyi aktivistái. Az akció során a jelenlegi magyarországi választáson való részvételre is buzdították a helyieket. A húsvéti tojásosztásnak több éves hagyománya van Topolyán. Szombaton az aktivisták a helyi piac látogatóit ajándékozták meg a színesre festett tojásokkal. A járókelők örültek a meglepetésnek. Minden évben osztogatják, úgyhogy nagyon kedves gesztusnak vélem. Ez egy nagyon szép gesztus, és nagyon, nagyon aranyosak, és nagyon kedvesek, hogy ilyennel fogadják itt a vásárlókat. Egyik legfontosabb ünnepünk talán a húsvét, az újjászületés, az újjáéledés ünnepe. A tojásosztást a VMS női fórumának topolyai szervezete, a párt topolyai nyugdíjas fórumával karöltve hívta életre. A húsvét egy olyan ünnep, a második legnagyobb ünnep a karácsony után, amikor is az embereknek szeretnék egy kis örömet, vidámságot hozni az életükbe. Idén a szervezők a húsvéti akció során a magyarországi választáson való részvétel fontosságára is szerették volna felhívni a figyelmet. Kislinder Gábor, a VMS elnökségi tagja szerint a helyiek számára a jövő zálogát jelenti a Fidesz-KDNP támogatása.
és ha végigjárjuk és megnézzük a költségvetést és a költségvetésnek a realizációját, ami megvalósult a községben az elmúlt 3-4 évben, akkor abban rengeteg eszközt kaptunk az anyországtól. Az aktivistákhoz Egeresi Sándor a VMS tanácsának tagja is csatlakozott. Minden szavazat nagyon fontos. A nemzetépítésnek szerves részei vagyunk. Tehát nem csak az anyországi magyarság, hanem a határon túli magyarság is szerves része a magyar nemzetnek. Ezt a nemzetet építeni, fejleszteni kell annak érdekében, hogy Európában egy erős nemzetként éljen és megmaradjon. Ezért fontos április 8-a, ezért fontos az április 8-ai választás, ezért fontos a vajdasági magyarság szavazata is. Egeresi Sándor úgy véli, a vajdasági magyarság értékeli és méltányolja mindazt, amit a jelenlegi magyar kormány tett, tesz és tenni fog a határon túli magyarságért. Szerinte ezt a választáson való részvételi arány is igazolni fogja. Szombaton minden a tojásról és a nyusziról szólt Felsőhegyen, ahol megtartották az 5. húsvéti tojásvadászatot. Hamar megtelt a falu parkja gyerekekkel, amikor a sípszó után végre elindulhattak a csapatok megkeresni a 30 darab piros tojást, amelyet a szervezők rejtettek el reggel. Bár a tojásvadászat volt a fő eseménye a délelőttnek, a szervezők további 7 csapatjátékkal készültek a gyerekeknek. Az időjárás is kedvezett az eseménynek, így közel 80 gyerek játszott együtt a parkban. Hagyományőrző húsvéti programot szerveztek nagypénteken a Kelebiai Ménesben. Az ismert lovardában régi szokásokat elevenítettek fel. A kiszebáb vízbe dobásával vette kezdetét a hagyományőrző húsvéti program Kelebián. Ezt követően volt még csibesimogatás, nyuszi futtatás és tojáskeresés is. Itt volt a fa alatt, de nehéz volt megtalálni. Sokáig kerested, mire meglett? Igen. Sokáig kerestem. A jó időjárást sokan kihasználták. Minden évben eljövünk. Az időjárás az nagyon szép, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy szabadtéri programot tervezünk. Jönni a kislány az Ergelába. Kelebián természetesen a húsvéti nyuszi is megjelent. Ígérete szerint vasárnapig minden gyerek megkapja az ajándékot. A gyerekek nagyon jó voltak, és persze, hogy nyuszi sikerül mindenkinek elvinni a csomagot. A hagyományőrző húsvéti programon majd 300 gyerek vett részt, és még legalább ennyi felnőtt is. Ez volt a jubiláris 20. nyuszi várásunk, tehát abban a régi 20 évnek ezelőtti időben még az elsők között indultunk vallási műsorok, vagy vallási ünnepek program kíséretével. A húsvéti hagyományok felidézése után a vállalkozók kedvűek kocsikázhattak is. 90 év után először nyithattak ki az írországi ivók nagypénteken. A sörözők előtt már kora reggel tömeg várta a nyitást. A helyi borkereskedők szövetsége üdvözölte a változtatást, amely szerinte 40 millió euró többletbevétellel járhat. Az ivózár gyakran meglepte a húsvéti hosszú hétvégére Írországba látogató turistákat. Az 1927-es törvény betiltotta az alkoholos italok árusítását karácsonykor, nagypénteken és Szent Patrik napján. Az utóbbi vonatkozó korlátozást 1962-ben oldották fel. A nagypénteki tilalom alól korábban is léteztek kivételek. A szállodák vendégeit, a levegőben, vasúton vagy tengeren utazókat, illetve a színházi előadások vagy sportesemények látogatóit kiszolgálhatták alkohollal. Írország több mint 5 milliós lakosságának túlnyomó része római katolikus vallású. Vasárnap a felhőké és a záporoké, hétfőn már a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Hajnalban egy hideg front éri el a térséget, így ezen a napon is még több helyen előfordulhat eső, zápor, délnyugaton akár egy-egy zivatar. Erős, többfelé viharos lökések kísérhetik a nyugatira, északnyugatira forduló szelet. A szombatihoz képest jó pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 7-14 fokot mérhetünk. 10 fok alatti értékek a tartósabban csapadékos tájakon lehetnek. Az ünnep másnapján is folytatódik a szeles idő, de már a napsütésé lesz a főszerep. Inkább csak gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és csak néhol fordulhat elő futózápor. Még hűvös lesz, hajnalban a szélvédett, derült helyeken gyenge fagy is lehet. Napközben 9-15 fok közé melegszik a levegő. Kedtől kellemes hőmérsékletű tavaszi idő köszönt be. Szerdán már többfelé mérhetünk 20 fok közeli maximumokat.
André Agassi többé már nem Novák Djokovic edzője. Habár mindketten hosszabb távra terveztek, az amerikai Agassi közölte, már nem ő edzi a korábbi szerb világelsőt. Agassi az előző időszakban a szerb játékos szakmai csapatának a tagja volt, és a nagy versenyekre ő kísérte el a könyökműtét után nemrég visszatért teniszezőt. Agassi és Djokovic között azonban gyakran volt nézeteltérés, egyes dolgokban nem értettek egyet. Agassi távozása után Djokovic csak a cseh Radek Sztyepanekkel dolgozik majd együtt. Eddig tartott a híradó, a nap legfontosabb hírei jönnek még egyszer, röviden. Ma van nagy szombat, a húsvét vasárnapot megelőző nap a keresztény naptárban. Megszűnt a torlódás a szerb-magyar határátkelő helyeken. Közös projektet valósít meg a Szabadkai Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület, a Deszki Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesülettel. Tojásvadászatot rendeztek Felsőhegyen. Köszönöm figyelmüket! A pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, és a riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon Rádió jó zenékkel, slágerekkel, hírekkel és közérdekű információkkal vár mindenkit. A Szabadkai Magyar Rádióban reggel 7 órától a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium ünnepi műsorát hallhatják. Most következik a Tenyerünkön a világ, majd Ponteó és Kalamár is. 19 órától Csodálatos állatok, majd Mesél a Pannon. A 20 órai híradót követően a hagyományos egyházak püspökeinek üzeneteit láthatják, majd a Tisza, a Magyarok folyója című magyar ismeretterjesztő film következik. Maradjanak velünk, viszontlátásra!